Sziasztok! Hát pontosan, mondom a pontos időt, 3 óra 25 perc van. Nyíregyháza, Sóstóhegy, Csalogány utca. Hát brutálisan csúszik. Tehát az autó a legkisebb gázadása is nagyon megcsúszik. Nekünk szinte gyakorlatilag vadonatúj téli gumink van, de hát ilyenkor ez semmit nem ér. Jelenleg 20 km/órás sebességgel haladunk, és most csinálunk egy féktesztet, senki nem jön sem előttünk, sem mögöttünk. Nézzétek, a táblánál fogok fékezni teljesen. Most! Na hát, itt álltunk meg. Kicsit visszátolhatunk, tehát 20 km/h. És megmutatom, hogy mennyi volt a féktávolság. De táblavonalába kezdtünk el fékezni. Hát, én azt mondom, hogy most semmiképpen ne szágúzzatok, mert ez most életveszélyes. Bizonyos útszakaszukon, tehát ez Nyíregyháza, Sóstóhegyen a Csalogány utca. Nézzünk meg itt egy másik utcát, egy picit visszatolatunk. Tehát rendkívül csúszik, mondom a legkisebb gázolása is. De nézzünk ide, mi a helyzet. Hát itt is úgy érzékelem, hogy hasonló. És mindjárt fékezünk egyet, és akkor fog ez jobban látszani. Továbbra is Sóstóhegyen vagyunk. Hát itt most megint 20 km/h megyünk, de érezni az autón, hogy nagyobb sebességnél biztosan megcsúszna. Nézzünk itt is egy fékpróbát, tehát 20 km/h, és itt a villanypóznánál fogok egyet fékezni. Hát működik a blokkolásgátlón, ennyi idő kellett még megállt. Tehát 20 km/h, és ott a villanyos napa. És hát itt ugye emelkedők is vannak, lejtők is vannak. Hát ide biztosan nem jutottak el még a sószórók. Óvatosan fékezünk is. Ugye a legtöbb baleset abból van, hogy ilyenkor sokan kicsúsznak az útra. Tehát azért lehet uralni a járművet, ha megválasztjuk a útviszonyoknak megfelelő sebességet. Na nézzük. Következő utca. Nagyobb útszakasz. Ugyanúgy jeges. Hát ez ugyanúgy jeges. Ugyanúgy csúszik. Hát én azt mondom, hogy a biztonságos, még a legjobb téli gumival is, az abszolút biztonságos az ilyen jeges úton az maximum a 20 km/h. Mint láttátok, akkor is kellett azért egy kis hely, hogy megálljon az autó. Tehát ez most 50-nál, ez gyakorlatilag ez az útnak ez most életveszélyes lenne. Úgy is mondhatnám, hogy ön is közveszélyes. Nem tudnátok megállni, és az autó az nem biztos, hogy arra menne, amerre ti szeretnétek. Jó, itt már haladunk tovább, tehát még mindig Sóstóhegyen vagyunk. Az első autó, amit látunk, látható a mozgásán, hogy ő is óvatosan vezet. Hát ez egy jó kis jeges útszakasz itt most. De óvatosan, meg ésszel lehet ezen is közlekedni, de nagyon fontos, hogy itt nem érvényes az 50 km/h. Most ugye megint a villanyosztoknál egy 20 kilométeresről. Úristen! Ez most álltunk meg. Ez eddig a legcsúszósabb utca. Atya úristen! Folyamatosan ment a blokkolásgátló. Milyen utca ez? Ez a Szabó Lőrinc utca. Ez a legjegesebb, mint úgy néz ki, Sóstóhegyen.
Hát itt ugyan még az elsőbség, de érdemes itt is azért óvatosan közlekedni, mert lehet, hogy az oldalra érkező az nem fog tudni megállni. A legkisebb gázadásra is kipörög az autó péli abroncsa. Itt Sóstólhegyen. Ezen a dimbes dombos szakaszon. Nézzük az Attila utcát. És akkor itt ki fogunk menni Sóstólhegynek az egyik legnagyobb fő utcájára. Hát az Attila utca is ugyanolyan, tehát itt igazából azt tudom mondani, hogy itt a házak között lévő utcák ezek. Ezek rendkívül balesetveszélyesek most. Tehát itt mindenképpen azt javaslom mindenkinek, hogy nagyon óvatosan vezessen. És akkor nem lesz semmi gond. Tehát 20 km/h jelenleg az, ami úgy nézem, hogy ami biztonságos jelen útviszonyok mellett. Igen, és ez a gyalogosoknak is egy veszélyforrás. Az Attila után haladunk továbbra is Sóstólhegyen. Itt miénk az elsőbség, de megint csak lassítunk, mert nem biztos, hogy meg fog tudni állni ez az autós, aki oldalról jön. Igen, tehát igen, úgy csúszik. Az utca végén lesznek kíváncsi arra, hogy mi a helyzet. Az egy... Tehát azon az útszakaszon autóbusz is közlekedik, és azért bízom abban, hogy az legalább csúszásmentesített. De ez azonnal kiderül, hogy balra fogunk fordulni. Úttörő utca, vagy Templom utca, ki vagy ismeri. Tessék jönni. Igen, és ahogy sejteni is lehetett, ez az útszakasz teljesen csúszásmentesített. Ennek egyetlen egy veszélye van csak, akkor megszokod azt, hogy folyamatosan haladsz egy olyan szakaszon, ami gyönyörű szépen fel van sózva, akkor hozzá tudsz szokni ahhoz, hogy biztonságosak a körülmények, és akkor van csak igazán baj, akkor lehajtasz egy ilyen útszakaszról, ami pedig már nincs sózva, akkor tud a legjobban megcsúszni az autó.